Igen. Igen, jól látjátok, kicsit elfáradtam. Mert mielőtt bekapcsoltam volna ezt a videót, elindítottam ezt, hogy mennyire akar működni, milyen legyező van. Kicsit Lukas, de várj, akkor így. Király. Na szóval. Ja, és így nyaklik, tehát. Dolcsó. Az anyagán érezni dolcsó. Na szóval, megpróbáltam elindítani, hogy ez lesz a negyedik, és de jó, és kész van, de... Közben kiderült, hogy nem ez a lényeg. Az egész videót azért csinálom, mert... azokat a gépeket, amiket itt most összerakok, azoknak már van helye. Jó, nem nagy dolog, de van helye. Jó, igaz, hogy budapestiekkel úszósapka. Biztos nem értettétek, ugye? Jó, akkor mondom, magyarul befülöttem velük, mert a budapestiek nem akarnak jönni a számítógépért, azért valahogy oda fújt engem a szél egy Vác környéki ilyen hát egy közösségi emberkéhez, ez egy nő, nem ember, nem férfi, hanem nő, és az, hogy nem tudom, miért itt van. És ő azt mondta, hogy nincs az a mennyiség, amit ő ne bírna megszerezni rászorulókból, mert ott rengeteg van. Az nagyon jó. Én nekem meg majdnem minden hónapban, körülbelül, vannak olyan eszközök, amiket nem igazán szeretek, mert gyárilag túl van bonyolítva, és nem is túl stabilak, tehát ez például egy adattár. Vinyó, Winchester, mindegy. Elég olcsó fajta, és természetesen ennek minden hátránya van. És van egy ilyen beállító tű, ezt ugrálónak hívják, jumper, ezt bele kéne tenni a beállító tűbe úgy, hogy a megfelelően működjön. És nekem az a bajom, hogy hiába teszem oda, ahogy gyárilag be van írva, hogy hova való. Nem működik úgy. Tehát, most hiába, ide rá van írva a tetejére, mit hova kell dugni, bedugod oda és nem jó. Igen, ilyenkor meg szokott fájdulni a hátam is. Tele szokott lenni a... vannak ilyen vödrök itt meg. Dobozok. Na jó, nem ezt akartam mondani. Szóval nem az igazi. Tehát hiába állítom arra a beállításra, ami rajta van, nem működik. Valahogy össze kéne hoznom a nem megfelelő beállítással, itt a megfelelő beállítással, összedugni, hogy a megfelelő legyen a végeredmény. Természetesen az annak az eredménye, hogy ez is autó, meg ez is autó, ezt mindegyik, a szabványt azt így kerülik ki, amerre éppen járnak. Nem igazán megy szépen, na. Szóval, az a másik ügy, a Váci ügy, az meg remélem nagyon szépen fog menni, és az azt jelenti, hogy ami számítógép itt elkészül, beteszünk egy ilyen ingyen taxiba, erős túlzással persze, kimegyünk Vácra, mindenki ott várja, hogy jöjjön a számítógép, és jön. Ez egy ilyen csoda, hogy jön. Hogy megbeszéljük, hogy jön a számítógép, és tényleg jön. Na, ez lenne a terv. Így viszont, hogy ez a terv, így viszont, hogy néz ki ez a csavarhúzó. Ez is olcsó. Jó, megmondom őszintén, pár száz forintért vettem. Már kopik. Annyi számítógépet összeraktam vele, hogy kopik. Ezek valami normálisak. Na szóval, így, hogy most ez a terv, így
ugye egy jó pár dolog meg fog változni. A megváltozás az azt jelenti, hogy innentől kezdődően, hogy ez a dolog már be van indulva, nyugodtan tudtok küldeni alkatrészt, mondjuk amitek csak van. Természetesen van égetően szükséges dolog, és van ráérős dolog, ezt majd mindjárt megmutatom. De először megpróbálom elindítani ezt a rettenetet. Van erre egy nagyon jó példa, csak csúnya. Nem fogom elmondani, mert hát a gyerekek nézik. De a gyerekek nem nézik ezt, úgyhogy... Mondok inkább egy vicceset, jó? Mert mégse csúnya. Na szóval van nekem egy főnököm. A szemfülesek egyébként már tudják, hogy... Nem rakom le. A szemfülesek már tudják, hogy belső építész vagyok. Ott dolgozom. Belső tereket építünk, rámennyezet, stb. Van nekem egy főnököm, és azt mondta, hogy ide húzz egy falat, de meg kell várni, amíg jön az ablakos, és ráteszi a matricát. A matrica azért kell, most jön a poén, a matrica azért kell, hogy az ablak beláthatatlan legyen. Hát ezt nagyon jól kitalálta Csáó. Úgyhogy az ablak beláthatatlan lett. És amikor beláthatatlan lett az ablak, akkor meg lehetett csinálni a falat. Nagyon hülye szó. Kitaláltott volna jobbat is. Na mindegy, a szerviz menün azt látjuk, hogy működik a vinyó is, meg a DVD olvasó is. Több-kevesebb siker. Most éppen nem bír kijönni a tálca, ami lássuk be a olcsó hús kategóriának a mondjuk így zászlós hajója, ezért hozok egy ilyen tűt. Nem tudom, mennyire látjátok, itt egy tű nálam. Van egy kitűzőszerű vacak. Szó szerint kitűző, érted? És ebben kellene egyszerre ugye benyomni a gombot is. Ha-ha, tiszta varázsló vagyok. Megyek a varázsló és boszorkány képzőbe is. Na, szóval, most már működik, mind a kettő, tök jó. Azt nem tudom, hogy ez az olcsó vinyó tudja-e a 32 bites adat transfer. Nem tudjuk, hogy tudja-e. Nem tudjuk, megnézzük a bootot. De a nagy dolog itt nincs ebben, hogy őszinte legyek. Nem tudjuk. Innentől kezdve az olcsó húsnak meglátjuk, mennyire híg a leve is. Van benne egy Nvidia MX 4, valami ilyesmi. Mégsem a proci csinálja a nagyját, ugye? De nem megy. Kész, újraindul, meghalt. Nem megy, error. Nem megy. Szóval nem stabil a rendszer. Itt az elején mindjárt megmutatom, van egy kérdőjel. Nem kicsi, de látható. A kérdőjel pont ezért van rajta, mert nem valami stabil. Ezzel még kéne dolgozni egy kicsit, mert nem az igazi. Lehet szállításnál sérült, vagy... Én nem tudom. Az a bajom, hogy nem megbízhatóan működik, tehát nem jó. A vinyó, amit beleraktam, azt én telepítettem. Ha visszaviszem haza, ismét működik. Mert ott egy stabil környezet van, nem ilyen, mondjuk egy olcsó vacak. Tehát amikor ilyen dolgokat szerel az ember, ilyen hibákra föl kell készülnie, hogy hiába csinálja jól, van amikor, ha jól csinálod, sincs azonnal eredmény. Szóval nem az igaz. Úgyhogy természetesen hazamegyek, kipróbálom, hát ha valami hiba van, nincs másikom ebből, ezt az egyet csináltam, mindegy. Majd meglátjuk. Most kihúzom, mert nem tudom, mi lesz ezzel. Majd még ki kell találni, mi legyen vele, mert ami nem megy megbízhatóan, azt nem tudom kiosztani. Ilyen spárt vagy egyszerűséggel. Jó, mert műhely, mi egész hátra mentem egy kilométert is. Ezt ide visszarakom szépen. Na szóval. Lássuk.
Bú! Jó csúnya vagyok, mi? Na szóval, itt látjátok mögöttem, itt lenn a földön, itt van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 számítógépház, és van egy laptop is. Itt van. Ez egy egész jól működő laptop. Ezt már mindjárt egyébként oda kéne tennem, csak valamilyen mindig elfelejtem. Itt van hozzá a táp is. A táp azért kell, mert ezeknek az ingyen laptopoknak mondjuk ki, nem valami sok az aksi ideje, mondjuk egészen kevés. Most azért hozom át ide az egészet, hogy össze tudjuk számolni, hogy mennyi van. Szóval, mindjárt összedobálom. Nem sok. Így viszont csak 3 van. Így most látjátok? Remélem. Na szóval van egy gép, egy laptop, egy gép, az 3 számítógép, meg egy laptop. Nem sok. Bakker. Ezt nem szeretem, ezt a részt, de... Így jobb. Valahogy fix a kamera. Az oldalam se fájna ennyire. Igen, kicsit fájt az oldalam. Na szóval, az a helyzet, hogy semmi másra nincsen szükségem, csak alaplapra. Csak. Majdnem. Ez hiányzik a legjobban. És ezt azért mondom, mert mögöttem talán látjátok, mindenből van egy csomó. Van proci, van memória, van táp, van ház, egy csomó, azt is láttátok. És mindenből van. Mindenből is van. Tehát van minden. Jó? Minden. Egyedül, ami hiányzik, az az alaplap. Az nincs. Na, azt küldjetek. És hogyha véletlenül találtok billentyűt, meg egeret, akkor az a másik, ami kéne. Nem USB-s, hanem ilyen PS2-es. Látjátok? Ez ilyen kör alakú vacak. Általában lila, zöld, meg a aberrált színeket szoktak rárakni. Mindegy, kör alakú legyen. Ja, igen, a másik dolog. Van 3 számítógépem és 3 monitor. Ez így kapufa. Mert jó, mondjuk én örülnék neki a legjobban, hogy ez a 3 számítógép meg kimegy, meg ugye a laptop, 3 plusz 1, és akkor kimegy a monitor is, kimennek a billentyűk, égerek, kész. Jó? Tehát akkor még egyszer foglaljuk össze. Szükség lenne azokra, hogy ez van, az ott fönt, amit láttok, innentől idáig, az mind DVD olvasó. 30%-ban DVD-t is írnak, tehát DVD író. A többi csak olvasó. Ami itt van ezen a lentebbi polcon, itt, ezek mind monitorvezérlők, videokártyák, ilyesmit kell kitalálni. Ott fölül hűtők vannak. Azért vannak ott fölül, hogy ne legyen már útban. Az tényleg koszos. Aztán azon a polcon, ezt nem látjátok, üres polc, de mindegy. Így látjátok? Én sem. Itt van fönn egy darab billentyűzet. Ez egy darab. Ilyen dugója van. Egy billentyű, jó? Nincs több. Ez a másik. Ez nem elég, hogy USB-s. Ugye látjuk? Még nem is jó. Azt majd, ha meg tudom csinálni, megcsinál. Nincsenek több egerek, nincs. Nincs alaplapom sem. Jó, ezt itt megmutatom, mert ez tényleg vicces. Ez egy Pentium 2-es, ezt elvileg emlékeztek rá. Van hozzá egy memória blokk, de... Hát, mondjuk ki egyszerűen, szóval csúnyán kérdőjeles. Van hozzá tápunk, az is van. És van itt egy másik alaplapunk, amit azért kaptunk, hogy legalább nézzük meg, hogy el lehet indítani, vagy nem.
Van hozzá egy kisebb sztori is, de biztos, hogy nem is érdekel titeket. És ennyi, jó? Itt vannak a monitorvezérlő videókártyákok. Valamelyik jó, valamelyiken már hűtő sincs, mert nem jó. Ezen a részen vannak a hang, meg a hálózati panel. Ezekkel nem tudom, hogy mit kéne kezdenem, mert minden egyes esetben azért teszik be ezt, mert a Windowsos driver nem hajtja meg az alaplapit. És amikor megkapja itt a Linuxot, akkor egyszerűen csak működik, tehát ezt akkor nem kell benne hagyni. Na, a hangkártyában is annyi van, hogy rengeteg. Még ilyenem is van, ezt nem tudom, nem biztos, hogy ismeritek. Szerintem Motorola, ez egy telefon modem. A telefon modem az arra volt képes, még amikor nem volt ADSL, meg ISDN, meg ilyesmi. Tehát olyan nagyon régi internet volt, hogy csak föl lehetett hívni az internet szolgáltatót 061-es telefonszámon, és azon az internet telefonszámon te neked előfizetésed volt. Ez a friss tartós időkben volt, amikor az embereknek nagyon teleszaladt a hócipője, a friss tartalom, mindig lebontott és mindig rengeteg problémát okozott. Ezért megjelentek ilyen szolgáltatók, egyiket így hívták, a másikat úgy, mindegy. Na erre volt jó ez a modem, nem ez a lassú fajta, hanem abból is voltak elég drága készülékek. Itt vannak a hűtők, ugye, amit az előbb nem mutattam meg. Ja, látszik rajta. Múltkor valamelyik őtök mondta, hogy látszik rajtam, hogy fáradt vagyok. Tényleg? Király vagy. De tudod mit? Majd kipihenem magam később. Na, összegezzük, jó? Most van itt három számítógép, még azt nem számítjuk. Az nem jó. Az a dolgozni kell. Itt van három számítógép, meg egy laptop. Jó? Ez a három komputer, 3 plusz 1, ez ki fog menni Vácra, és ott Vác körül valahol, és ott valamelyik családnak ugye otthoni számítógépül fog szolgálni, mert most már van kiosztó vonal, ahova ki tudom osztani a gépeket. Úgyhogy a változás a következő, mostantól bármit küldhettek újra, főleg alaplap, billentyűegér, monitor. Ne fogjátok vissza magatokat, jó? Nyugodtan lehet küldeni még régebbi apróságot is. Azok is be lesznek építve, ugye a többi az hasonlóan. És... ja, meg még valami. Ez most azoknak szól, akik már küldtek alkatrészt kisebb, nagyobb erővel, kisebb, nagyobb mennyiséget, hogy srácok, oké, én elhiszem, hogy marhára örültök, hogy felismeritek, hogy az melyik gépben van, de ezt tök fölöslegesen üzenitek meg nekem, hogy ott volt abban a hampan, akárhányasban benne volt, de jó, és láttam, hogy igen, ez nekem is nagy öröm, higgyétek el, csak ezzel nem vagyunk előrébb. Tehát az egész videoblog, amit éppen most is láttok, az pont a transparency miatt van, ez egy gyönyörű szép csehszlovák kifejezés, az azt jelenti, hogy átláthatóság. Jó? Tehát az egész műhely, ami itt van, egyszerű, ingyenes, átlátható, és nem igazán bonyolult. Jó? Tehát azért mondtam az előbb, hogy egyszerű. A következő képen működik. Jó? Megtalálod a pincében, per padláson, per fiókba. Mostában csúnya dolgok vannak a fiókban. Még a mumus is ott lakik mostanában, képzeljétek el. Szóval találtok mindenféle idétlen alkatrészt, ami olyan régi, hogy a Facebookon se veszi meg senki, se, meg máshol se, és még a legjobb haverod is, aki általában csak a bajt okozza neked, ő is mindig azt mondja, de ezt dobáld ki a francba, mert ebből nem lehet pénzt csinálni. És ugye amiből nem lehet pénzt csinálni, ezt ki kell dobálni, tehát teljesen agyament emberek vannak, mindegy. Tehát azokat az alkatrészeket, amik neked már kidobás előtt állnak, mondjuk úgy a szőnyek szélére lettek állítva,
kidobási célzata. Azt gondold már meg, légy szíves még egyszer, hogy ne dobd ki, jó? Tudom, hogy régi, meg lassú, meg jaj, csak egy P4-es, ez egy vacak. Igen. Igen, az tényleg a Celeron nem valami erős proci, igen, tudjuk. Azonban, ha elküldöd nekem, vagy elhozod nekem, általában a küldés az mindig törésre jár, szóval ezzel óvatosan. Ez egy robogó. Mindegy. Szóval, hogyha elhozod nekem az alkatrészt, akkor valamelyik következő részben már itt lesz a polcon, vagy látod, hogy valamelyik gépbe be fogom építeni, és ez megy valami rászorulónak, a mostani folyosó alapján Vác és környéke a szerencsés kiosztó jelölt. Azért Vác és környéke, mert onnan jelentkeztek egyedül, hogy haló, nekünk kellene gép. Na itt van, vigyed. Ha nem tudom elvinni, akkor mi visszük. Na mindegy, szóval ott jelezték igényüket arra, hogy szeretnének ingyen számítógépet. Hát jó, jó, nem egy rakéta egyik se, de mindegyiken mennek újabb játékok, régebbiek, egyszerűen csak működik, jó? Azt leszámítva, mert azzal nem tudom mi van. Hogyha abszolút megbízhatatlanul fog működni, kikapcsol, leáll, újraindul, stb. Megpróbálom megcsinálni, de lehet, hogy megválunk tőle. Remélem, hallottad. Szóval küldjetek alkatrészt, most már lehet, jó? És a műhely folytatja azt az útját, amit még kitaláltam még régen. Más nem nagyon akartam mondani. Maximum annyit, hogy azoknak, akik eddig is küldtek, és tervezik azt, hogy küldenek, azoknak már előre is köszönöm szépen. Azoknak a nevében, akik ugye megkapják. Szó szerint a nemes lelkűség láthatóan magába hordozza a jutalmát. Az első jutalma az, hogy rohadt fáradt vagy. Mert meló után meg a családtól elveszed az időt, hogy ezt a vackot csináljad. De hát működik, nem? Működik. Na, úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek ezt az epizódot is. Aztán találkozunk, remélem.